Sziasztok, Árnám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek. Kezemben a Samsung Galaxy S4 van, amelyen az egyik legrészletgazdagabb autós játékot fogom bemutatni. Méghozzá a Real Racing 3-at, aminek rögtön itt az elején vagyunk. És hát némi kis beállításon még igazából hátra, és a tesztverseny, utána pedig tudjuk is kezdeni az éles versenyzést benne. Be is fejeztük az első tesztversenyünket, amelyet követően választhatunk magunknak első autót, és megkezdhetjük a versenysorozatunkat. A játék érdekessége, hogy annak ellenére, hogy ilyen gyönyörű szép grafikája van, mint látjátok, ennek ellenére ingyenes. Tehát fizetés nélkül tudjuk letölteni a Google Play-ből. Cserébe igazából néhány játékmenetnél kérhet egy kis pénzt a Electronic Arts, illetve vásárlást azért, hogy előrébb jussunk, vagy gyorsabban jussunk előrébb a játékba, de ha türelmesek vagyunk, akkor ingyen is végig tudjuk játszani ezt. Veszünk is mondjuk kezdésnek egy Ford Focus RS-t. Ennek láthatjuk itt a bemutatóját. És ezzel kezdjük meg a versenysorozatunkat a Samsung Galaxy S4-en. Itt már egy kicsit érdekesebb, hiszen 20 másik autó ellen kell versenyeznünk. Illetve hát lehet éppen nincs annyi, de 10 körülbelül van. És azért ez meg tudja fogni a hardvert, hiszen itt elég sok másik autót kell még renderelnie a játéknak. Mind a mellett, hogy ilyen szép grafikát állít elő a hardverünk Full HD kijelzőre, tehát azért ez mindenképpen meglepően jól megy, és látható, hogy tényleg nagyon szépen néz ki, főleg itt igazából még előnye van a Super AMOLED kijelzőnek, hiszen tényleg rendkívül látványosak a színek. Nem mutatott csúnyán igazából TFT-n, IPS-en, illetve SLCD-n sem, de ezen a Super AMOLED kijelzőn így Full HD-ba egyszerűen sokkal jobban néz ki, azt kell, hogy mondjam, mint az eddigi kijelzőkön, amelyeken játszottuk ezt a játékot.
Ugye az irányítás az egyszerű, giroszkópos, az csak jobbra-balra kell fordítani a telefont. Pillanatnyilag be van állítva az automata gázadás, illetve automata fékezés, így nincs szükségünk arra, hogy külön nyomogassuk a kijelzőt, hanem ezt magától csinálja, ez végül is egy egyszerű, könnyített mód, így egészen könnyen lehet játszani, és mondhatni egyszerű nyerni is. Persze azért fentebb lehet tekerni a nehézségi szintet azoknak, akik többre vágynak ennél, és már hasíthatunk is az autóval, amit látjuk, hogy meg is nyertük ezt a versenyt. Ez volna tehát a Real Racing 3 autós játék bemutatója, Full HD-ban a Samsung Galaxy S4 okostelefonon, a Tech2.hu-tól Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!